személyigazolványkadó azonosítót szeretnék kérni. E-mail címmel rendelkezik, mert igen, csak úgy tudom, hogy felkapott nekünk. Ha aktiválást szeretne kérni, akkor pedig itt az aktiváláshoz kellene az adatokat felvenni. Néhány perc alatt kitölthető ez az ügyfélkapus regisztrációs kérelem, amellyel megkönnyíthető az adóügyek intézése. Az adózó kényelmesebben és gyorsabban küldheti el elektronikusan bevallását. Az adóhatóság leveleket, értesítőket küld a felületen. Az elektronikus értesítéseket folyamatosan ezekre a tárhelyekre küldi meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal, természetesen itt a folyószámla kivonatokon túl az adóigazolásokat is erre a tárhelyre kapják meg. Az ügyfélkapun keresztül az adó és jövedelemigazolás, a biztosítási jogviszony is könnyen ellenőrizhető, sőt értesítőt kapnak az adózók túlfizetésről és tartozásokról is. A megyében tavaly 236.900 adóbevallás érkezett a NAV-hoz, ebből 69.000 nyilatkozatot elektronikusan töltöttek ki. Az adóhivatal azt szeretné, ha minél többen áttérnének az ügyfélkapus ügyintézésre. A személyvédelemadó bevallás későbbi teljesítéséhez az egyik legfontosabb tény az, hogy szükséges az ügyfélkapus regisztráció, hiszen azoknak az ügyfeleknek tudja majd a Nemzeti Adó és Vámhivatal a későbbiekben elkészíteni a bevallását, akik rendelkeznek ilyennel. Az ügyfélkapus regisztráció a NAV-nál és az okmányirodákban is elintézhető. Adókártya és személyigazolvány szükséges hozzá. A belépéshez szükséges jelszót két évente meg kell erősíteni, vagy meg lehet változtatni, de regisztrálni csak egyszer kell.